A rútsport egy kevésbé ismert sportolási fajta, amit most Csobot Baross Eszter mutat be önöknek. Ez az STRS, ez a Szinkronúszás Tánc Rútsport Sportegyesület, ennek pedig ugye én vagyok az alapítója és elnöke. Ezen keretek között tudnak a gyerekek vagy felnőttek is akár versenyezni. Rebel Stúdió hálózat pedig az ország legnagyobb, 4 városban található meg jelenleg, és legrégebbi, több mint 10 éves múltra tekint vissza rútsport hálózata. Erre most már büszkén mondhatjuk, hogy több is, mint sport, a közösségformálás, a nőiességnek a hangsúlyozása, az, hogy meg tudják élni a nők a nőiességüket. Ez nagyon fontos, egyébként ott budapesti agglomerációkban van a másik 2 stúdió, és még ugye a bajai a Bonyhádin kívül, így épülünk fel. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, és azt látom nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is, hogy barátságok születnek, a barátságokból aztán duópárok, csoportok alakulnak, és így mennek el versenyre, és felnőtt nők abban találják meg a kiteljesedést, hogy amatőr szinten ugyan, de eljárnak rútsportversenyre, és akár nem is muszáj, ugye egyedül, akár lehet párosban, csoportban megmérettetnek, és az egy olyan pluszt az önbizalmuknak, az önértékelésüknek, az, hogy meg tudják élni a nőiségüket, hogy mindenképpen előnyére válik ez, én azt gondolom, bárkinek. Hát ugye a nyár az mindenhol eléggé uborka szezonnak számít, vagy hát a sportolás szempontjából ugye mindenki nyaral, meg nagymamánál van ugye a gyerekek, a felnőttek meg nem tudják kire bízni a gyerekeket, úgyhogy mint olyan sok helyen ez nálunk is egy elég uborka szezon, ahogy azt korábban is mondtam, viszont már most látjuk, hogy elkezdődött a szeptember, elkezdődik a gyermekek és a fiatal felnőtt, akár a felnőttek időbeosztása is ugye lazább lehet, illetve jön az ősz, már nincs az a nagy kánikula, és van az embernek kedve megmozdulni. Itt már világbajnoki, illetve Európa-bajnoki szinten is több sikert értünk el. Azt kell nagyjából egyébként tudni, hogy átfogóan a rútsportról, a rútművészetről, ez a két irányzat van. Nemzetközi szövetségünk van, 2 darab, a POSA és az IPSF, itt is már lehet egyébként rútművészet kategóriában indulni, de ezen kívül számos nemzetközi rútművészet verseny van a világon. Mi több olaszországi szinten mérettettünk meg, a Polers Európa-bajnokságon a lányok, itt látható háttérben lányok nagy része indult már, és egyéniben második, harmadik helyeket csíptek meg, duóban Európa-bajnokok, ezután jött a világbajnokság, a Polartitali, tavaly tavasszal, ahol pedig világbajnoki címet szereztek. Erről azt kell tudni, hogy a legrégebbi rúdművészetverseny a világon. Tehát itt például lett egyéniben 10. helyünk, 4. helyünk, 12. helyünk, és ezek annyira nagyon erős eredmények, hogy ez középmezőny egyébként, és erre annyira büszkének lehet lenni, mint mondjuk egy kisebb versenyen, ha mondhatjuk így, vagy kevésbé nagy múltra visszatekintő versenyen, akár egy dobogós helyre, mert itt tényleg a világ legjei, akit az ember bekövet a közösségi oldalakon, és leesik az álla, hogy úristen, nem hat rá a gravitáció, és mi történik? Na, ők itt szerepelnek, és itt mutatják meg magukat. A nyílt napunkról, hogyha valaki esetleg lemarad, akkor, mint azt mondtam, ugye bármikor megteheti az érdeklődést a weboldalunk, vagyis a Facebook oldalunkon keresztül, a Rebel Sport Bonyhád oldalnak írt üzenetben tud jelentkezni, és itt az adminisztrátorunk, ugye egy közös adminisztrátora van a hálózatnak, ő felveszi vele a kapcsolatot, elmond minden szükséges információt, hogy mire lesz szükség, és hogy épül fel egy óra, és így bármikor lehetőség van a csatlakozásra. Nálam ez másodikban kezdődött, akkor voltam körülbelül 8 éves, mikor ezt elkezdtem csinálni baján, mikor megnyílt az első rúcsba stúdió. Barátném vettek rá, hogy elmenjek velük órára, és igazából azóta nagyon megtetszett, és így nagyon beleszerettem, egy nagyon jó sportág szerintem. Elég sok edzésünk van egy héten, mármint így van 2 csoport, ugye gyerek és felnőtt, és gyerekóra, ha jól tudom, 3-szor van egy héten, a felnőtteknek 7 és vagy 8 edzésünk is van, hogyha ugye ugyanki. Egyébként nagyon szerezem ezt a sportágat, mert nagyon sokat lehet fejlődni, mindig mindenki megtalálja a saját elemeit, trükkjeit, vannak hajlékonysági elemek, amikhez ugye nyilván nagyon hajlékonynak kell lenni, vagy mondjuk spárgázni kell tudni, vagy a hátadnak kell nagyon hajlékonynak lennie.
akkor vannak erőelemek, amihez ugye sokat kell erősíteni, meg kell tartani a saját testsúlyodat, és vannak forgások is, amikor meg körbe kell futni mondjuk a rút körül, és dobni egy terpeszt, vagy valami ilyesmit. És vannak dinamikus elemek is, amikor mondjuk zuhanni kell egyet a rúdról. És igazából, amikor már minden elemből tök sokat tudsz, meg tapasztaltabb leszel, akkor kezdesz el versenyezni. Három éve rúdsportolok, mellette még lovagolni is szoktam. Voltunk Sziget-Szent Miklóson a házi bajnokságon, ott duóba első helyezetet értünk el, egyéniben nem értem el helyezést. A Bajai Rebel stúdióba szoktam edzeni, most is fogok menni versenyre, majd októberben, ott is duóban. Ez a sportág szinte bármilyen korosztálynak ajánlott. Nagyon jó sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket nyújt szinte bárki számára.